estét kívánok, dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket, a pedagógusokat, ugyanakkor a kedves gyerekeket. A mai napon, amikor Úr Szent Mártont ünnepeltük, s ünnepeljük, akkor mindig egy jelenetet adunk elő, természetesen, mint a gyermekek, a főszereplők. Én még lévános természetesen egy pár gondolatot szeretnék azért hozzáfűzni. Majd a gyermekek fogják mondani németül is, és inkább így fejezik ki magukat, de olyan kíváncsiak voltak, hogy vajon Szent Márkban miért csak fél köppenyt adott a szegénynek. Tudjuk azt, hogy Jézus annak idején azt mondta, hogy szegények mindig lesznek köztetek. Ez nem azt jelenti, hogy Jézus megmondta, és akkor azért vannak szegények. Szegények voltak Jézus előtt is, de az előtt, hogy világba jöjjön, eljön közénk, és utána is, ma is vannak. És mikor azt mondja Jézus, hogy lesznek, akkor természetes, hogy lesznek szegények, mert nagyon jól tudjuk, hogy a társadalom így tevődik össze, és így alkotja az egészet. Hogy miért mondta ugye Szent Márton a félköppent a szegény? Azért, mert ő csak a felével rendelkezett. A másik fele a császár. És ő nem rendelkezett a császár részével, ezért nem adhatta át a másikot. Neki azzal a félköppennyel neki el kellett számolni. És ezért ott áll, különben higgyék el, hogy akkora nagy, nagyon nagy szívű volt Szent Márton, hogy odaadta volna az egészet. De mivel nem rendelkezett vele, ezért csak a felére, csak a felét adták. De mégis nagyon jól tudjuk, hogy ez a fél köppen mutatkozik neki álmában, hogy ezt ő Jézusnak adta. Az a szegény Jézus volt. Aki odament és könyörgött neki, vagy könyörgően vállalta. És milyen jó, amikor észre veszünk a másik emberben magát az Úr Jézus. Ne csak álmunkban jöjjön ez, hanem a maga valóságában is, napjainkban, nap mint nap találkozunk vele embertársainkon keresztül. És most szerintem átadom a szót a gyerekeknek, hogy hát, és kérem a kedves testvéreket, hogy figyeljék meg, és természetesen fogadják szeretettel a gyermekeket. Zámárkén, 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 így túl!
német várkedni. Ámél város kapujára egy szegény ember a járókelőket kéri, hogy segítsenek rajta. Ő csak egy zsákba ölti, a fagyvalát fegyeget, de senki nem segít rajta. Ez így szó kár, és mire vár, hova vágyom, várom német. Már többi már nem akart római katonának lenni, mert kevés telkedett és később túl működött.